Műsorunk igaz történeteket dolgoz fel. Személyazonosságuk és becsületük védelmében a szereplők neveit megváltoztattuk. Mai adásunk tartalmából. Miközben Louis új munkatársa kiborul. Tedd le azokat a könyveket az asztalra! A színfalak mögött a családja is kezd széthullani. Mi van Lindával? Erről inkább nem beszélnék. Sonja végül nem bírja, és megmondja a magáét. Ha te vagy az irodavezető, miért nem úgy viselkedsz? Neked kéne segíteni. Fogd be a szádat! A behajtók. Ne feledd, ha nem fizetsz, könnyen bajba kerülhetsz. Már megint ezek a rohadt papírok. Oké, Linda, mi folyik itt? Csak leejtettem a rohadt papírokat. Akkor elmondom, miért vagyok itt. Nekem be kell mennem az iskolába. Úgy volt, hogy Ronnie itt lesz az irodában, és tudod, mi miatt vagyok itt? Te haragszol rám, nem tudom, mit keresel itt. Jelenleg Ronnie az egyetlen ember. Neked kellett volna felhívni Ronnie-t, hogy jöjjön be ide. Úgy volt, hogy te fogod elmagyarázni, hogy mit és hogy kell csinálnom. Ne beszélj félre, csak tedd a dolgodat, ennyi a feladatom. Kérlek, ne mondd meg nekem, hogy mit csináljak. Hadd mondjak valamit, oké? Mi a fene bajod van? Megtennéd, hogy egyszer végig hallgat? Te állandóan kiabálsz velem. Ha most te vagy itt a főnök az irodában, akkor viselkedj is úgy. Hányszor voltál itt, és hányszor mondtad el, hogy mit kell csinálnom? Csak azt tudom tanítani, aki hajlandó is tanulni. Te kis... Sonja, ezt komolyan mondod? Ez az én irodám. Igen, az én irodámban vagy. Fogjátok már be, mi a fene folyik itt? Hagyjátok abba, mi egy család vagyunk, elfelejtettétek? Te sohad, mondjak el valamit. Amióta idehoztad... Hagyjátok már abba, ez nevetséges. Amióta idehoztad Lindát. Tudod mit? Apa, a Sonja nem tudja elviselni, hogy én vagyok az irodában. Froy, vidd ki innen. Akkor is meg. Na, én ezt nem bírom tovább. Linda, nem merj beszélni. Apa, a Sonja bejön ide és cseszeget. Nem segít, hanem cseszeget. Linda, arról nem kellene megfeledkezned, hogy mi egy család vagyunk. De azt mondtad, hogy én vezessem. Figyelj, 10 perc múlva elfelejted ezt az egészet. Mindegy. Linda, most tényleg hagyd abba. Pozitívabban kellene hozzáállni. Én nagyon pozitívan állok hozzá. Senki sem ismeri Sonját annyira jól, mint én. Arról van szó, hogy mióta Louis úgy döntött, hogy Linda lesz az irodavezető, Sonja meg van sértődve. És ha Sonja meg van sértődve, akkor aztán senkire sem hajlandó hallgatni. Szerintem ennek az lesz a vég, hogy szépen le fog lépni. Biztos, hogy az adósunk a szülei házában van? Igen, a bank nem tudta megmondani sem a munkahelyének, sem a lakásának a címét. Csak annyit tudtak, hogy most az anyjánál lakik. És miről van szó? 2 hónapja nem fizeti a Ford Explorer részleteit. 2 hónapos elmaradásban van. Azért veszekszem Lindával annyit, mert a bátyám még arra sem volt képes, hogy közölje velem, hogy ő lesz az irodavezető. Felidegesített, amikor kiderült. Linda nem ért ehhez, úgyhogy nem értem egyáltalán, hogy jutott a bátyám eszébe ez az egész. Itt vagyunk, ez a cím van megadva. Itt van az Explorer is. Valaki dolgozik a tetőn. Egy nő dolgozik a tetőn. Oké, és? Viszont nem látom a kocsi rendszámát. Nem lehet látni. Kiszállsz megnézni? Oké, megyek. És ha mi kocsinkról van szó, akkor csukd be a csomagtartó tetejét. Jó. Soha nem láttam még egy nőt sem a tetőn dolgozni, de nagyon tetszik. Segíthetek? Hogy van? Jól, és maga? Minden oké, csak megnézek itt néhány dolgot. Ez hogy érti? Maga Keti? Igen, én vagyok. Ez az. Igen? Mit akarnak az autómmal? Visszavesszük az autóját. Mi a fenét csinálnak? 2 hónapja nem fizette a részletet. És mik ezek a kamerák? Békén hagynák az autómat? Ne átkozódjon. Ha békén hagyják az autómat, akkor nem fogok átkozódni. 2 hónapja nem fizetett, úgyhogy ez az autó már nem az öné. Nem csoda, hogy ez a csaj kénytelen egyedül dolgozni a tetőn. Nyilván senki nem hajlandó segíteni neki. Amilyen mocskos szája van, nem csodálom. Hölgyem, mi a probléma? Szálljanak le az autómról. Ő a tulajdonos? Igen, ő az, és cserepeket dobál a tetőről. Mi a neve? Keti. Keti, lejönne a tetőről, és ide adná a kocsi kulcsot. Ez
eszembe sincs odaadni a kulcsot. Miért kéne odaadnom? Nem hajlandó normális hangon beszélni. Nézze, én csak a munkámat végzem, úgyhogy nem kellene így beszélnie. Nem érdekel. Ha azt szeretné, hogy visszakapja a kocsiját, akkor nem egészen így kellene viselkedni. Oké, figyeljen ide. Nem vehetik el az autómat. Nézze, nem fizetett. A bank már mindenütt kereste magát, a lakásán, a munkahelyén. Most itt élek. Igen, azt mondták nekünk, hogy maga a szüleinél él, ezért vagyunk most itt. Elég nyilvánvaló, hogy maga bujkált, és nem volt hajlandó fizetni, de rendezheti a tartozásait. Maga szerint most nem dolgozok? De akkor sem fizette ki az elmúlt két hónapban a kocsi részleteit. Rendezze a tartozásait, hívja fel a bankot, és akkor vissza fogja kapni az autót. Most viszont adja ide a kulcsot. Biztos lehet benne, hogy nem fogom odaadni. Nézze, én csak segíteni szeretnék. Komolyan mondom, hogy tűnjenek el a kocsim közeléből. Ha nem tűnik el onnan, ledobom a kalapácsot. Elég nagy szája van a hölgynek. Nem lesz könnyű elrendezni a dolgot, mert nagyon ideges. Ja. Komolyan mondom, tűnjön onnan. Kathy! Magához fogom vágni ezt. Figyeljen ide, ha így viselkedik, azzal csak ront a helyzetén. Vigyék innen a kamerákat, azonnal vigyék el innen a kamerákat. Tudja, mit a nagy szája miatt nem fogja visszakapni az autóját. Komolyan? Komolyan. Lejön a tetőről, vigyázz, Sonja. Megnézted, hogy bent van-e a kulcs? Nincs bent a kulcs. Azok után, amit ott fent művelt, nem ismertem elképzelni, hogy fog viselkedni a hölgy, hogyha lejön a tetőről. Vigyázz, vigyázz! Jól van? Nem! Leesett a tetőről. Hívjunk mentőt? Csak ne vigyék el az autómat! Sonja, hol van a megbízásunk? Ott van elől. Be fogom perelni magukat. Mégis miért? Mi semmit sem csináltunk. Ha maguk nincsenek itt, nem esek le a tetőről. Mi nem csináltunk semmit sem. Ha elhúznak innen, akkor nem perelek. Mégis milyen jogon perelne be minket? Fáj a karja? Igen, rohadtul fáj. Leestem arról a rohadt létráról. Hívjak mentőt? Ne hívjon, fel fogom hívni az ügyvédemet, addig ne csináljanak semmit. Várjunk csak. Nem mentőt akar, hanem ügyvédet. Akkor mégis mennyire sérülhetett meg? Tűnjenek el innen, hagyjanak békén! Hölgyem, látszik, hogy semmi baja nem esett. Már pedig megsérültem, és kurvára ideges vagyok. Direkt esett le a létráról. Fogalmam sincs róla, miért van szükség ezekre a játékokra. Nem fogják elvinni az autómat. De el fogjuk vinni az autóját. Ha el akarják vinni, akkor kénytelenek lesznek engem is elvinni. Menjen innen! Nem! Menjen már innen! Nem viheti el az autómat, ribanc! Ide adna a kulcsot. Nézze, maga is jobban jár, ha most ide adja a kulcsot. Nem akarok erőszakot alkalmazni, maga is jobban jár. Nézd meg, hogy mit csinál, mert nem volt hajlandó arrébb menni. Tudod mit? Inkább nem akarom hallani. Még egy szót sem szóltam Sonjához, de már megsértődött rám. Én megértem, hogy mostanában ideges, tudom, hogy problémák vannak az irodában, de jó lenne, ha egy kicsit megnyugodna. A folytatásban. Matt a szárnyai alá veszi Ronit. Kiszállsz és beszélsz velük? Persze, megyek. A folytatásban. A fantázia világban élő adósok kicsit elkedvetlenítik az újoncot. Tedd le a könyveket az asztalra! Szóval a 13-00-60 a számot keressük. Közel járunk, itt lesz valahol. Itt jobbra menj. Nagy volt a feszültség Linda és Sonja között az irodában, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy végre elszabadulhattam onnan. Még akkor is, ha Ronival kellett mennem. Oké, szóval egy 73-as Fordot keresünk, ami át lett alakítva egy könnyes... miket beszélek? Egy könyves bódévá. Mármint, hogy egy antik autószerűségről van szó? Nem, nem, egy könyváros bódévá alakították át. Tudod, milyenek ezek, nem? Ja, hogy árulnak. Ez lesz az. Mi a fene folyik itt? Ez lesz az. Ez a Final Fantasy? Nekünk azt mondták, hogy az autóban gyerekkönyveket árulnak. De a vevőik egyáltalán nem gyerekeknek tűnnek. Szerintem itt valami nem egészen tisztességes dolog folyhat, de az is lehet, hogy valami fantázia világban élnek. Nem tudom. Oké, állj meg. Itt megállok. Figyelj, kiszállsz és beszélsz velük, rendben? Meg akarod próbálni? Igen, megyek, beszélek velük. Rendben. Én meg figyelem, hogy megy, oké? Csak nyugodtan. Szuper.
Mi a helyzet, srácok? Hé, mi a helyzet? Nick itt van? Igen, én vagyok. Mi a helyzet, Nick? Egy behajtó cégtől jöttünk. Tartozása van, úgyhogy visszavisszük a kis buszt. Figyeljen ide! Hallgassák végig, amit mondani akarok. Szedjenek ki mindent a kocsiból. És adják ide a kulcsot. Még el sem kezdtem beszélni hozzájuk, de a srácok már is átkozódtak. Azt pedig szintén nem értettem, hogy mi szükség ezekre a hülye jelmezekre. Maga, Nick, ugye? Sajnálom, el kell vinnünk a kocsit. Kiszedhetnek belőle mindent. Mi a fene folyik itt? Sajnálom, srácok. Szedjük ki a könyveket. Nem fizette ki a számlát. Hé, csak nyugi, srácok, nyugi. Hé, ez a srác mit csinál? Gyere csak, beszéljük meg. Üzlettársak vagyunk. Mi sem akarjuk, hogy probléma legyen. Én szívesen segítek kivenni a könyveket, de a kocsit el kell vinnünk. Figyeljetek, itt bármikor megjelenhetnek gyerekek is, úgyhogy légy szíves, ne káromkodjatok. Rendben? Leszarom a gyerekeket. Elég sokat dolgoztam jótékonysági projektekben, főleg gyerekekkel, úgyhogy nagyon nem tudom elviselni, ha bárki is gyerekekkel szórakozik. Nem igazán értettem ezt a helyzetet. A srácok gyerekkönyveket árulnak, de közben utálják a gyerekeket. Ebből arra következtettem, hogy valami mást árulhattak az iskola mellett. Figyelj, haver, eléggé seggfej módon viselkedsz. Mert úgy viselkedsz. Én azért vagyok itt, hogy könyveket adjak a gyerekeknek. Hallottál te valaha arról, hogy fantázia? Nekünk nincs erre időnk. Adjátok ide a kulcsot és végeztünk. Oké, rendben. Tedd le azokat a könyveket. Haver, velem ne ordibálj. Mi van? Miért tárgyalunk ezekkel az őrültekkel? Vigyük a kocsit, aztán kész. Hé, hagyd abba. Ne tedd ide a könyveket, jó? Uram, lépjen hátrébb. Nem értem, miért kell ennyire agresszívan viselkedni? Tényleg kezdtek az idegeimre menni. Azt sem értem, hogy mi ez a hülye jelmez rajtatok. Adjátok ide a kulcsot, és már leléptünk. Kérem a kulcsot. Nálam nincs kulcs. Nick! Ezt magammal akarom vinni. Ne tegyél be semmit a kocsiba. Add ide a kulcsot, és már itt sem vagyunk. Nem adom oda. Már így is elég rossz helyzetben vagytok. El fogom mondani a banknak azt is, mit műveltetek. Kénytelen voltam a sarkamra állni, ugyanis a kollégám, akivel kint voltam, meglehetősen tapasztalatlan. Roni jó fej, de még nem szőrösödik a segge. Add oda neki a kulcsot! Add oda neki a kulcsot! Ó, én csak meg akartam próbálni, hogy... Kezd nagyon elegem lenni, és nem érdekel, hogy mit akarsz mondani, oké? Megértetted? Arra még szükségünk lesz, ha visszakapjuk az autót. Köszönöm. Mi volt ebben ennyire nehéz? Oké, most beszállok, én fogok vezetni. Ups! Nem bízom ezekben a srácokban. Bármi közép is legyen a gyerekekhez, az nem tisztességes. Úgyhogy szólok a zsaruknak, hogy vizsgálják meg közelebbről, hogy mit is csinálnak. Hogy vagy? A tegnapi Lindával való veszekedés után semmi kedvem nem volt a bátyámmal csevegni. Továbbra sem értettem, miért Linda lett az irodavezető. Szóval egy 2012-es Jeep Wranglert keresünk. A tulajdonosa életmentő. Egy úszodában. Két hónapja nem fizeti a kocsi részleteit, de mielőtt odaérünk, szeretnék beszélni veled Lindáról. Nem akarok erről beszélni. Nem akarsz erről beszélni? Tudom, hogy a húgom nem örül neki, hogy Lindát neveztem ki irodavezetőnek, de meg kell értenie, hogy nem véletlenül találtam ezt ki, és hogy neki is előnyére válik. Eddig 15 órát dolgoztál naponta. Én is rengeteget dolgoztam mostanában. És kezd elegem lenni, mivel egyre nagyobb a cégünk. Valakit be kellett tennem az irodába. Értsd meg, hogy így neked is könnyebb dolgod lesz. Én azt szeretném, ha együtt tudnátok dolgozni Lindával, és mindketten engem támogatnátok. Ugyanúgy, ahogy én is támogatni szoktalak benneteket. Megértetted? Oké? Louis elmagyarázta, hogy mi volt a célja azzal, hogy Lindát nevezte ki. Azt akarja, hogy egy családként együtt dolgozzunk. Értem, hogy mit akar, de akkor sem biztos, hogy ez jó ötlet. Ott van a jeepünk. Egyezik a rendszám? A kamerával rá tudtok fókuszálni a rendszám táblára? Ez törvényes? Nem szabadna az úszoda területén parkolnia. Ki is van írva? Na, haver, ez a mi rendszámunk? Igen, ez az. Tudtam. Hogy a fenébe ment oda be? Ó, még az ajtó is be van zárva. A kocsi tulajdonosa életmentő. Mennyi életmentőt láttok? Hármat? Menjünk, nézzük meg őket közelebbről. Gyerünk, srácok.
Ki az a piros jeep? Egy behajtó cégtől jöttünk, vissza kell vinnünk a jeepet. Nem tudom pontosan, hogy ki ez a jeep. Elnézést, de itt most privát oktatás folyik. Ne érje hozzám. És Tylert keressük. Itt senkit sem hívnak Tylernek. Mi folyik? A bank megbízásából vagyunk itt. Visszavesszük a jeepet. Mi a fenét akarnak itt? Elvisszük azt az autót, ami a tilosban parkol. Engedélyünk van rá, hogy bent legyen. Itt dolgozunk, úgyhogy parkolhatunk az uszodában. Mi vagyunk itt az életmentők. Ez a jeep az öné? Maga a tulajdonos? Nem én vagyok. Meg kéne nézni az alvásszámot. Már most szórakoznak. Ne érje hozzám. Oké, srácok, jó munkát. Mit mondtatok? Milyen cégtől vagytok? Egy bank megbízásából jöttünk. Ez az, tesó. Ez az? Az átlátszó játékuk arra utal, hogy B-kategóriás életmentők. Nem véletlen, hogy nem a parton dolgoznak, hanem egy uszodában. Okosabb vagyok náluk. Velem nem lehet újat húzni. Srácok, az le a legjobb, ha most elmennétek innen. Nem maradhattok itt. Hé, várj! Egyáltalán van nálatok valami dokumentum? Igen, van. Maga Tyler? Azt csinálok, amit akarok, mert mostantól fogva ez az én autóm. Ez a kocsi már nem Tyleré. Kérem a papírokat. Oké, tudják mit? Én vagyok Tyler. Ez az én kocsim, úgyhogy maga nem ülhet be. Nézze, mi nem akarunk balhét. Menjen innen. Menjen el az utamból. Bent van a kocsi kulcs? Nincs. Oké, Billy, ugorj be hátulra. Tudja mit, figyeljen ide. A haverjai nem fognak tudni segíteni a hitelével kapcsolatban. Ha így folytatja, az életben nem lesz még egy autója. Nem aggódom a hitelem miatt. Ez elég nyilvánvaló. Nem lesz semmi gond, majd elrendezem a dolgokat. Magának többet nem fogunk hinni. Mi maga egy utolsó pánk? Maga a betolakodó a mi melóhelyünkön. Igen, pontosan így van. Maguk nem tartózkodhatnak itt. Hogy fogják kivinni a kocsit a kerítésen? Most őszintén, maguk fogják megvenni a következő autóját. Oké, megkaphatod a kulcsot. Rendben van? Hülye. Ez a dokumentum legális? Nem hinném. Hé, úgy tűnik, hogy neked van egy kis eszed. Miért csináljátok ezt? Mi csak a munkánkat végezzük. Tényleg? Szóval még sajnáljunk titeket? A kulcsokat akarod? Mi van? Te vagy az, aki idejött és követelőzni kezdett. Szállj le a barátaimról, és szerezd meg a kulcsot, ha annyira akarod. Maradj itt, elmegyek a kulcsért. Gyere ide, ha kell a kulcs. Oké. Gyerünk, mi van? Megijedtél? Gyanúsak voltak, úgyhogy amikor Tyler az ugródeszkára tette a kulcsot, közben a többit is figyeltem. Igen! Ez az! Nagyon jó volt! Valaki jöjjön már ide! Nála van a kulcs! A csajnál van a kulcs! Ez az! Srácok, ez nem jött össze! Ezek a szerencsétlenek azt hitték, hogy ügyesebbek nálam, de a végén mégis az enyém lett az autó, és csak ez számít. Gyerünk! Na gyerünk, mit akarsz? El akarsz minket ütni? Őrült! Rendben van. Ez az! A bátyám elmagyarázta, hogy mi a célja ezzel az egésszel, és megértettem, hogy azt szeretné, ha a családunk együtt dolgozna. Ezzel nincs is semmi baj. Jobban szeretek dolgozni, mint veszekedni. Úgyhogy gyerünk, hozzuk össze ezt a családi üzletet. Hé, már kint vagy? Oké, mindjárt ott vagyok. Mi a helyzet? Hogy ilyen korán? Gyerünk, menjünk. Elviszlek az irodába, és akkor nem fogsz elkésni. Figyelj, sajnálom, ha csúnyán viselkedtem. Nem akartalak megbántani, csak kicsit összejöttek a dolgok. Jézusom. Igazán sajnálom. Sajnálom, bocsánatot kérek. Szállj be, és menjünk. Oké, de felmehetnénk előtte a táskámért? Oké, kapsz egy percet. Kösz. Nincs mit.
Félretettem a büszkeségemet, hogy Lindából jobb iroda vezető legyen. Ez egyáltalán nem volt könnyű. És ha nem jön össze a bátyám terve, akkor rohadtul ideges leszek. A magyar változatot a BTI stúdió készítette.